És üdvözlök mindenkit, Szója vagyok, ezt mindig mit láthatjátok a Sims 3, annak is Dóra King élete, és annak is a harmadik része. És még mindig Szója vagyok. Vagy azt már mondtam? Mindegy, lényegtelen. A lényeg az, hogy elmondtam kétszer is akkor ezek szerint. És pont itt hagytuk abba, vagy hát nem pont itt hagytuk abba, hanem igazából ott hagytuk abba, hogy Dóránk ugye lefeküdt aludni, és most már ott tartunk, hogy fel is ébredt a drága. Közben ugye benyomtam neki, hogy készítsen el egy gofrit, egy reggeli kis gofrit, reggel 6 óra alkalmából. Nos, arra vagyok én kíváncsi, hogy a hivatásomban hétfőtől péntekig én folyamatosan dolgozok reggel 9-től délután 3-ig, úgyhogy de az a szerencsé, hogy szombat vasárnap az az a hétvégém, az Isten királyság. Úgyhogy ha ebben a részben nem is, de a következő részben meg fogom csinálni ezt a kettőt, ezt a logikai jártasság megszerzését, illetve hát logika órát venni nem biztos, hogy fogok, mert szerintem tök fölösleges. Logika, most azért elmenni külön órára. Van nekünk agyunk, nem kell ahhoz izé tanár szerintem. Vagyis hát van, ami ez azért kell tanár, mert én sem vagyok mindenből okés. Én sem vagyok egy... hát egy mi? Tudományos csoda, zseni, hogy minden magamtól rájövök. Nekem is azért tanítgatni kell engem néha napján valami dologba. De most nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy nem fog szerintem én órát venni. 750 Simeleon. Vagy Simeleon? Hangulatpont, na. Már beszélek itt zöldségeket. Te Dórám, mit csinálsz? Ja? Gofri. Isten királyság. Főleg is tudom a jártosság továbbfejlesztése. Ezt megcsinálhatjuk végül is. Egy órán belül itt lesz az autó. Azt nézzük már meg, hogy milyennek szükségletünk. Totális hajók vagyunk. Csak koszos a lakás. Meg kéne tisztítani. Ezermesterjátosság. Nem. Nem kell nekünk ezermesterjátosság. És már itt is az autóértünk. És tiszt és lakásunk, úgyhogy totálisan mehetünk dolgozni. És akkor ismételten egy vágás fog következni, srácok. És kemény munkán nyomatjuk az ipart. És lassan végét is ér a munkák. Azt szeretem ebben a játékban, hogy... köszönöm szépen, 130 és Simulan. Hát azért tegnap 132-t kaptam, azért hello. Na szóval azt szeretem ebben a játékban, hogy majd vásárolunk egy számítógépet, ne aggódjál. Hogyha a szórakozásom lemegy ide az O utára, akkor automatikusan a kemény melóból átmegy a takaréklángolra. És útközben volt egy másik cucc, ez. Dóra mindig úgy gondolja, hogy... mindig csinálj kaját, drágám. Szóval Dóra mindig úgy gondolta, hogy az altatorvosoknak könnyű dolguk van, de bizony tömérdeg, gomb és kallantyú van azon a kocsin. Végül is, ja. Sajnos az anesteziológus rezidenzedzé... éppen olvastam volna. De köszönöm szépen. Amúgy. Szóval. Sajnos az anesteziológus rezidenst helyettesítő Dóra nem zárta el az altatógázt, és amellett, hogy saját magát kiütötte, harcképtelenített egy egész műtétre készülődő sebészcsoportot. Ez bizony kínos. Wow! Fú, de jók vagyunk. Akkor csak azért kaptam ilyen kevés összeget fizetésképpen. Mert elátottam a fél izékorházat. De jó. Na. Rendelnem kéne majd egy bejárónőt, aki tisztán tartja a lakást. Mert ahogy látom, én rohadtul nem fogok erre ráérni, hogy én tisztán is tartsam a lakást, meg Isten király is legyek. Tegyük el a maradékot. Először. De mivel még nincsen bejárónő, úgyhogy meg kéne tisztítani itt a dolgokat. Ezt is kidobjuk. Kifizetjük a számlákat. És... mi kell nekünk? Ja, majd a logikát akarom majd fejebb tornászni. Segítőt fogni, mert a szakmai előre lépésében. Hát azért nem ártan, igen, mert... én egy... mi akarok lenni? Világhírű sebész szeretnék lenni. És az tök jó. Elvileg. Gyakorlatilag fogalmam sincs, hogy tök jó-e vagy nem. De hát embereken segíteni szerintem... Isten királyság. Szerintem az tök jó. Na nézzük csak. Király. Számla kifizetve, minden totálisan jó. Na, együk meg azt a maradékot, amit az előbb csináltunk.
Mert a szegény drágám azért látom kezd éhessé válni. Meg szerintem kicsit át fogom rendezni a lakást, mert ez így... Hát mondjuk... Mondjuk jó az ott. Ja, mondjuk azt akartam is, hogy fürödj... Nem, először még ne fürödjél meg. Először WC, utána fürdés. Mondjuk így is jó. Jó. Akkor. Nem. Meg az, drágám. Mert ez egy kicsit mocskos egy meló lesz. Elállítjuk a dúlást. Erőteljesen. Mint az állat. Jó. Jó van. Igen. Életre szóló emlék az. Elhárítottuk a dugulást. Keményen. Ez meg micsoda? Egyenetlen főzés, legalább a balsz és oldag rendesen megfőtt, ugye? Ja, minusz 10 hangulatpont. Hát igen, majd a... Majd a jártasságot majd egy kicsit följebb kell tornászni, mert ez így nem igazán kóser. Nem lazítani akarunk, hanem... Már egy jogosultság módosítása. Á, nem kell egy jogosultság módosítása, az egész ház, az egész ház, az egész ágy, az egész mindenség az egyéb. Egyedül élek. Jelen pillanatban. Amúgy a szórakozás képességem, mert... Ja nem, a társaság. Ja, de hát dolgozok. Hát egyfajta emberekkel vagyok, hát akkor nem fog lejjebb menni szerintem a társasági életem. Főleg egy orvosnak. Folyton emberekkel foglalkozik, hát akkor miért menne le a társaságja? Na mindegy, vágás, időugrás. És már vissza is tértünk. Egy picit felébresztettem Dórát. Egy órával előtte, mint kellett volna. Mivel ugye 8-kor jön majd a kocsiértünk, amivel megyünk dolgozni, és nekem kell 2 óra, vagyis hát kell 1 óra ahhoz, hogy elkészítsem a gofrit időben. Mondtam is, kell 1 óra, amíg elkészül, sőt, még egy picit vel több is, meg kell megint 1 óra, hogy meg is egyem. Ha nem égetjük oda. Már pedig totálisan oda égettük. Úgyhogy egyszerűen fantasztikus. Ezt is. Hát akkor Dóra, ma se kajálunk. Csak azért fölkeltünk 1 órával korábban, hogy elégessünk egy kis kaját. Na mindegy. Na srácok, megint akkor go. Munka, kemény munka és időugrás. Ó, srácok, vissza is tértünk. Na, gondoskodj a gondtalanokról, Dolking részére. Az egyik labortechnikus gondtalanságból bekövetkező robbanó-manó baleset számos tudós. Mit? Bekövetkező robbanóban a baleset számos tudóst megsebesített. Oké. A személyzet is szeretné, ha túlóráznál, hogy segíts a betegeknek a gondozásukban és az állapotuk stabilizálásában. Elkötelezettséged és kemény munkád az eredmény mutatód emelkedésé jutalmaz. Maradj bent, zárásig a munkai eredményed javulni fognak. És ez a lehetőséggel? Éljünk hát, munkamániások vagyunk. Bennmaradunk. És hála az égnek, ezért segített azért egy kicsit a játék, mert fenyomta az éjségemet a maximumra. Hát ugye délbe. És... azt nem tudom, hogy meddig kell most benn maradnom. Maradj benn sokáig. De mi az a sokáig? Ja, hát... Ja. Túlóra. Isten királyság. Perram. A kórház igazán nagyra értékel az elkötelezettséget, az általad megmentett tudósok pedig még inkább. Ritka az ehhez hasonló munkamorál, ezért örömmel látjuk, hogy kicsit közebb kerültél a következő elléptetésedhez. Hát ja, egy pindurit. Hát annyira, hogy az eredménymutatom az a maximum van, viszont hangulatomat fel kell tolnom meg a logikámat. Azt hiszem, hogy Isten királyság legyek. Na, csinálják ajcit. Aztán eszünk, aztán ürítünk, aztán higiéniázunk, aztán alszunk. Mondom, először eszünk, de mindegy. Nekem úgy is jó akkor ezek szerint. Amúgy tök jó, hogy a fürdéstől is felmegy a szórakozásunk. Na, nem. Add meg azt az őszi salátát, drágám. Úgy, köszönöm szépen. Használd. Tisztíts meg, fürödj, nem fürödjél meg. Tisztítsa meg, oké. Jó, ezt elrontottam. Ezt tisztíts meg, ezt is tisztíts meg, ezt fürödjél meg, aztán aludjál.
Bocsi, srácok. Úgy. Na meg azt is. Úgy szépen. Dobsz egy fürdést, aztán irány az ágy, aztán irány aludni, mert reggel megint megyünk dolgozni. Mint az állat. És még csak szerda van. És itt is vagyunk újra, srácok. Egy pindurival előbb felkelünk. Vegyen egy új receptet. Nem. Egy pindurival előbb felkelünk, hogy elkészítsem a gofrimat, és meg tudjam enni. És remélem, hogy nem fogja megint elégetni, vagy mi az. Új receptet tanulni. Nem akarunk új receptet tanulni. Majd később, srácok, később. Na végre, nem égette oda. Egy égofrit. Mi van? Undorodik, visszataszító dolgok és szavok hatása vannak a szímekre az ajátos, eltüntetni azokat. Ja, hát gondolom ilyen Ramlet ész is eláta. Rossz minőség. Elkészítette. Dobra King? Ja, meg hát tiszta csúva az egész lakás. Na. Ma megjött a postás. Kuc-kuc. Na. Fejezd már be. Hát meddig eszed azt a izét? Nem mosogatunk el, nincs arra idő. Irány a meló. Majd ha hazajöttünk, majd akkor mosogatunk. Sőt, ezt már be is nyomom, hogy takaríts el. Ezt is takaríts el. Aztán ezt majd tisztítsa meg. Aztán mosom fogad. Majd talán. Na mindegy, kemény munkára nyomunk, és akkor időugrás, mindjárt jövünk, srácok. És ismételten kaptunk valamit, úgyhogy sziasztok, srácok, ismét. Problémás munkatárs Dorking részére. Az egyik munkatársa Dustin Langegarak. Biztos. Ma nem tetszését fejezte ki, amiért örökké ott hagyod a levelet. Mi a levetett műtősuhádat az öltözőben? És? Minő udvariatlanság talán segítene a feszült helyzeten, ha megpróbálnád jobban megismerni Dustin Langer kollégát. Célja, barátkozz össze Dustin Langer kollégával. Szimeddel, hogy szorosabbra fűzött kollégáiddal való kapcsolatot. Jutalom, jobb munkai eredmények. És ez a lehetősége? Hát éljünk! Oké, itt valami még történt. Dora King előléptetésben részesült munkáin örökké emlékezni fog a napra, amikor végre elismerték a szorgalmát. Tehát gratulunk Dora lenyűgöző teljesítménye meghozta számára a jól megérdemelt előléptetés mostantól ágytal tisztító. Ráadásul 264 Simoleon bónusz is kapott. Nézzük csak. Egy betegekkel teli kórházból egyenesen következik a hatalmas, halomnyi, megtisztításra váró ágytál. Az ágytál takarításánál egyetlen rosszabb dolog van, a szag. De ez nem elegendő ok a lazsálásra. Ne feledd, mindezt a betegekért teszed. Dóri jelenleg óránként 25 Simoleont fizetés kap, a munkaideje pedig reggel 9-től délután 3 óráig tart. Ez így van. Tehát nem változott ezek szerint a izém, a értitek, a tudcom. Na nézzük csak, új hajmű megvásárlása legalább 100 Simoleon értékben. Vásárolunk is egy cuccot! Egy riasztót! Oh yeah! Hogy? Oda. Mondjuk azt nem tudom, hogy ezt be kéne rakni, vagy ki? Inkább berakjuk. Mondom, inkább berakjuk. Jaj, ez a laggolás! Úgy, ahogy, na, köszöntöm szépen. Na, akkor isz vissza az életbe, az élő módba. Királyság, meg is kaptam a hangulatpontot, vagy mi a fene ez. Nézd meg az új holmit. Hát nézd meg, drágám, az új holmit. Most Istenem. Hát úgy, na nézzük csak. Stop. Ne csinálj semmit, Dóra, amíg én azt nem mondom. Kivel kellene összehaverkodni? Ezzel kell összehaverkodni, jaaa. Hát csevegünk vele, hívjuk fel telefonon. Úgy. Na megint csak csevegünk vele, meg megint csak csevegünk vele, aztán Isten királyság lesz az egész. Na, kicsit gyorsítsuk fel itt a dolgokat. Igen. Ja, jó van, növekszik ez a cucc. Látom. Hát jó, majd a játék majd szól valamikor. Amikor majd azt mondja, hogy összebarátkoztam ezzel a Dustin nevezetű ágyinnel, haverral, sráccal, mindenséggel. Hoppá, levertem a telefonomat. Bocsánat, srácok.
Lassan idő van megint, ahogy nézem. Az, az, az. Használjuk, megfürdünk, csinálunk vacsorát, mondjuk egy őszi salátát, aztán alszunk. Micsoda esti program, mi srácok? Isten királyság. Meddig tudtok ti csevegni? Na végre. Ami nem tudom, hogy mi ez a ruci rajta. Vagy nem így lehet, hogy Amerikában vagy így a külföldön más, hogy öltözködnek az ilyen ápolónők. Szóval értitek, ilyen kisegítők a kórházakban. Na mindegy. Vagy lehet, hogy Dórának is lesz ilyen fehér kis köpenye. Ó, szexi. Jó, éjség maximum van, totálisan jó. Mennyi az idő? Csütörtök, 23 óra 15 perc. El is takarít mindent. Van riasztókészülékem, fekszünk, alszunk. Aztán jó lesz. Aztán jó. Nem? Hát de. Mindegy, időugrás, srácok. És itt is vagyunk, srácok, és gyakorlatilag megint egy időugrásba fogunk majd ugrani, hiszen gyakorlatilag nincsen semmi időm. Gyakorlatilag semmire. Még egy, talán egy palacsintát meg tudok enni Dórával, miatt még elindulok melóba, hiszen lényegyét meg, péntek 8 óra van. És már itt is az autó. Úgyhogy még pont időbe. Bekajálunk egyet. Mondom, időbe bekajálunk egyet. Nem. Nem takarítjuk el. Arra van nincs idő. Ó. Ó. De szép. Ilyen rózsaszín rucia lett. Na mindegy, annyi a lényeg, hogy ha az olyan, akkor... Igen, kemény munka. Hazajön, ezt kidobjuk, meg ezt is kidobjuk, ezt eltakarítjuk, meg majd befizetjük a számlákat. Csak nincs most jelenleg semmennyi pénzem van, 23 szimeleónom, úgyhogy majd akkor később. Ja, meg akkor ezt is kidobjuk. Én pedig, hát mivel idő van, srácok, ezért köszönöm szépen a figyelmeteket, innen fogjuk folytatni. Szóval voltam, sziasztok!